Egészen megdöbbentő, hogy amíg Ukrajna keleti felén háború dúl és háború zajlik, addig kihasználva ezt a zűrzavart a nyugati végeken, arra használják ki gyakorlatilag a fejetlenséget, hogy az ott élő őshonos magyar kisebbséget vegzálják, és hát nem álltak meg a munkácsi turul ügynél, hiszen tudjuk, hogy ott gyakorlatilag egy nemzeti jelképünket, Munkácsváros épített örökségét rombolták le barbár módon, de úgy látszik, hogy a munkácsi járásnak, a munkási kistérségnek kifejezetten a vezetői magyar ellenesek és a magyartalanítás minden eddiginél nagyobb fokozatra kapcsolt, hiszen egészen egyszerűen a kistérségben található magyar falvaknak a hivatalairól, közintézményeiről eltávolítják a magyar zászlót. Precedens értékű talán a fornosi, hiszen ott éjfélkor 4 rendőr segítségével távolították el a magyar zászlót, de itt nem álltak meg, hiszen a Dercenben működő magyar állami fenntartású futballakadémiáról a magyar feliratot is eltávolították a zászlóval együtt, illetve a KMKH-hez közel álló intézményvezetőket is gyakorlatilag kirúgták, készhez kapták a felmondásukat, ami arról tesz tanúbizonyságot, hogy a Kárpátalján még ott maradt magyarság, teljes felszámolása zajlik, hiszen a háború miatt, a sorkatonai szolgálat miatt így is a férfiaknak a 80%-a volt kénytelen elhagyni hazáját. Ez természetesen azt jelenti, hogy a családjuk és a gyerekeik, a nőneműek is velük mentek, így a 130 ezresre becsült magyar közösség, az a Nemzeti Összetartozás Bizottságának az ülésén elhangzottak szerint könnyen a felére apadhatott, és hát ezen a bizottság ülésen Potápi Árpád államtitkár úr arról is beszámolt, hogy a Kárpát-medencében az elszakított területeken a legnagyobb jogsérelmek, azok természetesen Ukrajnában, Kárpátalján érik a magyar kisebbséget, semmibe veszik egész egyszerűen a jogainkat, és hát most egy rendeletre hivatkozva próbálják a magyar feliratokat, zászlókat eltávolítani, ami hogyha lenne is ilyen rendelet, akkor az egy felsőbb jogszabályba ütközne, hiszen Ukrajnában eddig sem tiltotta semmi a kisebbségek nemzeti jelképeinek a megjelenítését, így valószínűleg vezetői túlkapásról van szó, de a Mi Hazánk mozgalom természetesen kikéri magának, hogy a magyar kisebbséget bármilyen bántódás érje Kárpátalján, és felszólítjuk a leghatározottabb módon a magyar kormányt, hogy Ukrajnának ne anyagi támogatást adjon, hanem határozottabb fellépést és a külügy intézkedjen az őshonos és a kárpátaljai magyar kisebbség érdekében. Köszönöm szépen a figyelmet!